Nagy öröm számunkra, hogy az idén évben harmadik alkalomban tudjuk megtartani itt a HEMI-be a Buzánszky Jenő emléktornát. Ez azért is nagy öröm, hiszen amikor elkészült a műfüves pálya mellett, most állunk és a fiatalok használnak, akkor a sportcsarnokot és a műfüves pályát elneveztük Buzánszky Jenő Sportcentrumnak, amit ugye menet közben már a HEMI vett át kezelésébe, hiszen a fenntartó személye változott. Nagy öröm számomra, hogy Ifepik Buzánszky Jenő is ma újból a városunk vendége lesz, hiszen édesapja 1000 szállal kötődik Dombaváros. Néhány héttel ezelőtt a Buzánszky Jenő emlékévet megkezdtük Dombaváron, és nyilván készülünk 2025-re, amikor Jenő bácsi még élne 100 éves lenne. Remélem, hogy az ide érkező fiatalok ma nagyon jól fogják érezni magukat. Tamásiból érkezett 2 csapat, és a dombavári középiskolák is mind aktív része van a mai napnak, amelyet egy közös ebéddel szeretnénk zárni, és remélem, hogy mindenki részt tud rajta venni, és nem a sürgősségén fogják kezelni. Bükösdi Olga, az intézmény igazgatója elmondta, hogy miért tartja nagyon fontosnak ezt a tornát. Mi nagyon örülünk annak, hogy helyet adhatunk ilyen sportrendezvényeknek, nagyon örülünk ennek a kis pályának is, mert alapvetően azt gondoljuk, hogy a mai fiatalságnak vissza kell adni azokat az élményeket, ahol egymással érintkeznek, közösségben vannak. Mindannyian tudjuk azt, hogy az okostelefon mit művel, akár a pszichével, akár a kognitív képességekkel. És valahol egy kicsit, hogyha ezen tudunk mozdítani, és a foci, az pontosan erről szól. Egy olyan közösségi tevékenység, ami tulajdonképpen azáltal, hogy futnak és mozognak, még dopamint is termel. Tehát reméljük, hogy egy kicsit tudunk változtatni azon a világon, amely felé most éppen tartunk. Nagyon-nagyon egyedül vannak otthon, amikor a saját telefonjaikkal foglalkoznak, úgyhogy amikor egy város egy ilyen program mellé áll, akkor természetes, hogy az iskola értelemszerűen azt mondja, hogy hát mi ennek nagyon örülünk, és még többet. Tehát akárhányszor, akármennyit, mert hogy ez az egyik legfontosabb nevelési eszközünk. Berki Zsolt gyermekkorában nagyapjától és Buzánszky Jenőtől rengeteg motivációt kapott. Most már ugye hagyományai vannak, mondhatjuk úgy, és hogy jött az ötlet. Egyrészt ugye, hát engem a Buzánszky név az nem csak úgy ismerős, hogy az olimpiai bajnok labdarúgóról van szó, a városnak a szülöttéről, hanem azt is mondhatom, hogy a nagypapámnak a csapattársa volt Dombóváron. Nagypapámmal együtt futballoztak, és hát így kisgyerekként már ismerhettem a Jenő bácsit, rendszeresen látogattam őket Dorogon, ők is eljöttek hozzánk, úgyhogy baráti volt a kapcsolat. Minden évben ugye a fia Buzánszky Jenő ő ellátogat, és ketten ki szoktuk találni, hogy még legyen egy meglepetés, egy vagy esetleg 2 meglepetés vendég, és hát a mostanin is úgy néz ki, hogy úton van a meglepetés vendéggel ifja Buzánszky Jenő. 5 iskolát mozgatott meg, illetve hát a környékben lévő gyerekek számára is egy kicsit a labdarúgásnak gyakorlatilag a népszerűsítéséről van szó. Én ezt önzetlenül teszem, és megmondom őszintén, nekem az egyik kedvenc edzőm volt a Manchester Unitednak a sztár, úgymond legendás vezetőedzője, mesteredzője, Sir Alex Ferguson, aki azt mondta, hogy a játékot szeresd, ne a díjakat. És én ugyanezt mondom, ezt tudom tanácsolni tényleg minden kisgyereknek, illetve minden nagyobb srácnak, akik tényleg érdeklődnek a labdarúgás iránt, hogy a játékkal törődjenek, ne a pénzzel. A programsorozatnak az elkövetkezendő 1 évben számos más állomása is lesz, amely igyekszik minden korosztályt megmozgatni. Én másodikos korom óta focizok, én nagyon szeretek focizni, és szerintem a foci összehozza az embereket, egy jó közösséget lehet így alkotni, és azért jöttünk, hogy játszunk egy jót, és lehetőleg nyerjünk is. A Buzánszky, ugye Dombóvár szülöttje, az aranycsapat tagja, és ennek hagyománya van ennek a tornának, és én örülök neki, hogy mióta az a torna elindult, minden alkalommal meghívtak játékvezető. A legnagyobb problémát én abban látom, hogy nincs az a tűzlelkesedés, mint régen egy falusi helyen is mi volt lehetőség, csak a futball. Most megbeül a gyerek a számítógép elé, és akkor meg az meg egy másik még, hogy tán, amit én még vagy problémának látok, ezek a mindennapos diszkok,
Ugye akkor egy fél évente volt egy-egy bál vagy valami, és ugye nem volt ez a lehetőség meg, mint most, hogy kifáradtan, züllötten, másnap meg meccs van. És a fegyelem is sokkal fegyelmezettebbek voltak, de hát ez nem csak a futópályára igaz, az iskolákra is igaz. A Buzánszky Jenő labdarúgó emléktorna helyezettjei. Első a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat Eszterházi Miklós Technikum Szakképzőiskola és Kollégium. Második a Tamási Béri Balog Ádám Katolikus Gimnázium Kollégium Általános Iskola és Óvoda. Harmadik pedig a Tolna Vármegyé SC Vályi Péter Szakképzőiskola és Kollégium. A gólkirály a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat Eszterházi Miklós Technikum Szakképzőiskola és Kollégium tanulója Hetesi Gábor lett.